Üdv mindenkinek, sziasztok, Csabinyó vagyok, egy újabb House Slipper rész következik, egy vadonat új munkával, ugyanis az előzőt azt teljesen befejeztem. No szóval, akkor laptop, munkatérkép és három munkánk van jelenleg, úgyhogy akkor nézzük. Legutoljára ugye ezt csináltam meg, ezt az épületet, aztán van mellett egy épület, és van erre kettő. Van egy ilyen nagy toronyház, illetve, ja itt van a másik, ez a kis lapos. Legyen akkor ez a kis lapos, ez érdekesnek tűnik. Fogalmam nincs egyébként, ez milyen ház, de nézzük meg. Visszautasíthatatlan munka. Tony sokat látott és tett karrierjének sok éves fejlesztése során. Most végre készen áll a csendes, nyugdíjas évekre. Ebből kifolyólag szeretné régi nyomdáját kényelmes otthonná alakítani, ahová beköltözhetne. A jó elhelyezkedés lehetővé teszi számára, hogy figyelemmel kísérje a családi vállalkozást, miután átadta a stafétát a fiatalabb generációnak, és akkor elfogadás. Tony Maloney mondja, megbízhatónak tartanak, hogy nem félsz bemocskolni a kezed. Ezt tisztelem. Ezért van egy ajánlatom számodra. Keresztfiam szeretné elhelyezni a családi vállalkozást Moonrise Bay-be. Megbízom benne, de még sokat kell tanulnia. Ezért szeretnék én is ide költözni. Jobb, ha még egy kicsit a gondozásomban marad. Nos, az embereim egy bizonyos üzleti tevékenységet végeztek itt. Nem igazán tisztelték meg a helyet. Szeretném, ha a gondozásba vennéd. Biztos megvannak az eszközeid ahhoz, hogy igazi otthon teremts. Tedd meg nekünk, és soha nem felejtem el. Elég mafiózó feje volt ennek a csávónak. Szóval visszautasítatlan munka. Hát, igen, elég mafia-szerű az egész. Na jó van. Szóval, ez itt az épület, kérem szégyen. Igen, ez itt egy garázs lesz, amit most kinyitok. De amúgy erről is be lehet jönni. És amúgy kint semmilyen dolgom nincs. Ó, micsoda csodálatos környezet, gyerekek. Jó, hát itt ebből megint rengeteg munkám lesz. Itt amúgy rengeteg falbontás lesz. Látjátok a minimapot? Ezt például teljesen le kell ezt a falat bontani. Illetve majd itt is valamit. Vagy nem? Meg itt is. Jó, na akkor. Én most eladok először is mindent, tehát takarítás előtt. Eladok minden kacatot. Apa, azt nem szabad. Azokat el lehet. Amit csak el kell, vagy amit elenged adni a program. Ezzel rengeteg melóm lesz. Tehát ezt már most megmondom nektek. Ezzel marra sok munkám lesz. Mennyi pénz? Vagy már, ha ezt én eladom, ezért... Figyelj már oda, $560. Még 560. Egy kis plusz pénz nekem. Ott is még pénz. Ez meg 331? Ez miért kevesebb? Ennek 298. Ugye ezek teljesen random? Lehet. Na jó van, a pénz megvan. Mondjuk a falbontás meg a falépítés szerintem már most meg kéne csinálni a legelején. Úgyhogy akkor bontunk. Aztán majd szépen takarítunk is. No, ez készen van, és akkor itt kell még leszedni ezt. Az áthidalót, ha minden igaz. Ja, úgy tűnik, és akkor ezt be kell majd építenem fallal. Jó. Akkor falépítés. Egy olyan, és még egy ilyen. Ez megvolt. Na, aztán falat kell még ide építenem? Ebbe a sávba? Szerintem igen. Aha. Jó. Jó, ez is megvolt. Ó, itt nem is voltam. Várjál. Ó, ez kimaradt. Jó. És azt is? Azt is. És akkor ezt a falat teljesen le kell bontanom még, jó? És kész, elvileg. De még mindig kell, ide majd falat kell építeni. Itt is falat kell bontani. Azt nem is engedi, akkor csak itt mellette. És akkor itt lesz egy ajtó, gondolom. Valami kisebb ajtó, és akkor ez szerintem valami gardrobféleség lesz. Vagy valamilyen cucc. Na most ezt ide kell tenni? Remélem, hogy igen. Aha, ide. Jó, ez is megvolt. De akkor ezt még mindig le kell itt bontani. Ja, igen, akkor itt tényleg ajtó lesz. És egy áthidalót kell ide építeni.
Jó. Oké. Na szóval, akkor gyerekek, már csak a takarítás maradt, hát szerintem azért erre az egész nagy helyiségre mindenhol ráfér a takarítás. Ezt le kell bontsam? Jó, hogy ezt le kell bontsam? Oké. Na, ez meg volt. Akkor takarítás tovább. Húha, na szóval, úgy tűnik, hogy akkor ezt megcsináltam, amit eddig meg kellett csinálni. És akkor szerintem itt kéne kezdeni ebben a kis előszobában. Na szóval, fal burkolása, az majd ilyen lesz, de akkor először a... Ó, gyerekek, ez ilyen nagyon elegáns cucc lesz. Márvány cucc. Mondjuk így, de én teszek ide is. És akkor még ide is. Jó, na szóval, akkor ez a része meg volt. Na most ennek a színeit tudnám változtatni. Maradjunk meg ennél a fehérnél, szerintem. Ja. Nem tudom, szerintem kevés lesz még, de majd meglátjuk. Na és akkor tegyük fel. Na, ez készen van, és még maradt is nálam. Szóval, teszek még ide. Ide nekem. Most tennem kell bútorokat. Na szóval, kültéri dupla ajtó. Na most a dupla ajtót én még nem fogom letenni. Nem tudom, milyen színekkel fogok itt dolgozni. Vagy tegyük le ezt a tükröt. Jó van, ez teljesen jó itt. Oké. Na most, mivel ez egy nagyon elegáns helység, valami szép fa kéne ide, ami úgy illik is ide, legyen szapelli. Jó, de most ehhez hogy fog menni a félkör alakú puff? Vagy várjátok, ezt tudjátok, mi lesz? Egy ilyen kis idő, bejönnek itt az ügyfelek, gondolom. És akkor itt majd valaki fog ülni, ilyen pultos, ilyen recepciós szerűség. Na akkor ő is szapelli. Na vajá, így kéne. Ja, ez valahogy így van elképzelve szerintem. Van ilyen festmény. És akkor itt szépen pont az asztal felett. Aztán kell még, ugye három darab akasztó. Na most akkor az akasztók viszont... lehet, hogy akkor a tükröt máshova kellett volna tenni. Ja, máshol lesz a tükör. Méghozzá itt. Itt pedig az akasztók. Na. Mondjuk rá, hogy jó. Oké, és akkor veszünk még ilyen lámpát. Ebből kettő kellett, ha jól láttam. Vagy mennyi kellett? Ja, kettő. És akkor ez legyen fekete. És a másik pedig itt lesz. Vagy nem tudom. Á, hol legyen? Itt lesz. Az igen, mekkora fényt ad. Majd tegyük át ide, a tükröt tegyük át amoda. Hát nem tudom. Na jó, akkor megcsináljuk, úgyhogy akkor itt lesz a... Mizé, puff. Ott lesz akkor az asztal. De akkor az akasztókat is át kéne helyezni. Mert ez itt hülyén néz ki. Úgyhogy akkor lesz egy akasztó ott. És akkor a harmadik, az pedig itt. És akkor ez visszajön ide. És akkor a lámpát, az pedig kicsit így elrébb. Na így. És akkor még letesszük ezt a izét, ami... De jól néz ki. Ebből van valami szapelli, vagy valami... Ilyen barnása, vagy ez mind ilyen? Van ilyen barna. Ez a fekete, ez amúgy marha jól néz ki. Szerintem ez nagyon jól néz ki így. És akkor ez merre kéne, hogy nyíljon. Mindenképpen így. Ó, ez az, király. Neki a kabátoknak, de nem baj. Hú, gyerekek, na, az első helység az teljesen készen van. Akkor térjünk át mondjuk erre. Így van. És akkor először is bútor felújítás kell. Na, akkor viszont ezt én most számüzöm ide. És akkor következzék ez. Na. Opa, nem pont így akartam, mert csak görgetni akartam, vagy elforgatni, de így is jó. Na most ez ilyen barnás bútor volt. Szerintem akkor meg kéne maradni a... barnás színnél. Jó, ez nem tudom, hogy olyan furcsa színű. Esetleg legyen ilyen európai juhar. Ja, legyen ilyen. Na, és akkor ilyen színű lesz. Egészen más árnyalatú lesz így. Na akkor csináljuk meg ezt a nagy dög részét. Először is. Hú, ez sok idő lesz. És kész. Na, ugye ilyen színt már használtunk, akkor következik ugyanez.
Na X. Nyilván maradunk ennél a színnél, nem is variálunk. Viszont itt van egy szöveg, azt első olvastam. Ez az asztal számtalanszor volt szemtanúja a Maloney család fők döntéseinek, de az embereim nem tisztelték ezt. Lerendezem őket, még te kezelésbe veszel ezt a gyönyörű bútort. Mondom, hogy mafiózó a csávó. Egy igazi keresztapa. Jöjjön ez. Na végre, köszönöm. És akkor jöhet a szín. Jó. És akkor jöttek a fiókok, lekerült róla a kis fogantyú. Hát ez gyors volt. Zsír, és akkor még ezt. Ez is megvolt. Jöhet a szín. És ez is kész. Na akkor már csak ezek az oldalsó lapok vannak hátra. És kész van. Jó, na akkor lábak. Megpolírozzuk mindegyiket. Hogy? És kész. Na akkor őt is lefestjük, de akkor lehet, hogy most egy kicsit más árnyalat kéne. Vagy pedig maradjunk meg ugyanennél, és ne variáljak össze-vissza. Megmaradunk ennél. Hoppá. Teljesen készen van az asztal. Így van, kilépés a műhelyből. Ugye jön keresztapa, és azt mondja, Vincenzo, jó munkát végeztél, fiam. Hova tegyem ezt? Hát most nem ott lesz úgyse. Mert hogy először is, akkor tegyük rendbe az egész helységet. Először is kell egy ilyen nagyon szép ilyen padló burkolat, ami igazából parketta, és szerintem már marha jól néz ki így. Jó, az ott szerintem okés. Na most, itt kétféle van. Van ilyen kék, úristen, a kéknek több árnyalata van itt. És ez milyen? Aha! Ó, ez jó! Megmaradjunk ennél? Ez túl vörös? Ez ilyen vörös szoba lesz. Íh, gyerekek! Hát ebből veszek egy párat. Ennyi talán kelleni is fog, és akkor... És akkor tegyük föl ide. Nézzük meg, milyen lesz. Ejha! Komoly! Jó, opp a mentés. Na igen, így az jobban néz ki. Na most az ajtótnak a peremét azt nem fogom megcsinálni, mert ott úgyis ajtó lesz, el fogja takarni. Most kell Rebecca főnöki szék. Ez ima, hogy az íróasztalhoz fog kerülni. Lehetne ilyen lágy krémszín, esetleg világos barna vagy barna. De akkor én erre szavazok, és akkor az a fehér meg a... az jó! A fehér meg a barna között van. Jó, na de várjunk, hogy legyen ez akkor elhelyezve. Itt lesz az íróasztal. Tehát gondolom, hogy ezt ilyen irodának akarják használni. Úgyhogy ezt így fogom tenni. Jó, és akkor ezt pedig hozzáigazítjuk középre. Na így. Vincenzo, gyere be, fiam! Nézzük meg ezt a szőnyeget. Ebből túl sok variáció nincs, úgyhogy akkor tegyük ide. Mondjuk. Ja, mondjuk, hogy jó. Na nézzük! Amerikai szilfa. A fogantyú az legyen fekete. Az üveg pedig fekete. És akkor ezt pedig, hát hova tegyük? Most vagy ide kéne tenni, vagy pedig ide. De szerintem akkor az itt jobb helyen lesz. Ja, illik is egymáshoz a két szín. Oké? Okay. Ja, hogy ebben még egy kell. Akkor kettőt veszünk. Esetleg lehetne mondjuk itt. Legyen is itt. Nem tudom. Lehet, hogy inkább ide kéne tenni. Kell még ilyen is. Ez miben más? Ja, várjál, ez mindenképpen ilyen szekrény sor lenne. Jó, akkor viszont ezt mindenképpen itt kell végigpakolgatnom. És akkor ebből veszünk még egyet. Ugye ebből megint csak kell. És akkor azt pedig jön ide mellé. Na, oké. Akkor ez ilyen. Na, tegyük le ezt a kaktusz, mert ez ilyen nagy darab lesz szerintem, ez jó is így. Ja, elég nagy darab. Akkor az legyen mondjuk itt. Kell egy ilyen növény. Na, ez hol fog elférni egyébként? Ez mekkora? Ja, ugye ez ilyen fali? Aha. Jó, mondjuk ott jó lesz, és akkor még... Kell egy festmény. Ó, vagy akkor hiszen a festmény az... Annak ide kellett volna mennie. Mert ez olyan rohadt nagy darab. Jó, megoldjuk. Na így. Oké, és akkor ez pedig ide jön.
Megveszek ez a csillárt, legyen fekete. És ez pedig ide kerül. Na, sikerült eltalálni a közepét. Milyen fényt ad? Szerintem egész jó lett ez a kis szoba. Jó vörös egyébként, mit nem mondjak. És akkor már csak az ajtó kell. A beltéri ajtó, na most ez a beltéri ajtó, ez... Vagy most ez ide kell... Ide kell tennem... Itt kér ajtót? Itt nincs ajtó, akkor ide kell tenni az ajtót. Mert ide akkor majd egy másik ajtó kerül. Akkor tegyem ide. Akkor tesszük ide, kész. Ez is fekete lesz. A belső része az ilyen sötét szürke. Vagy túl sötét? Nem tudom, lehet, hogy túl sötét. Vagy akkor ezt variáljuk. Ah, akkor így. Ah, oda kell majd még tenni ízét. Ilyet. Így. Először is kell egy ilyen zebra panel nevezetű cucc. És akkor most kell kifesteni fejjelrel. Veszek egy MS méretet. És akkor vedd már elő. És akkor festünk. És akkor már csak ezt, és kész. Na, akkor még ezt is, meg ezt. Jó, akkor ezek szerint ide nem fog kerülni semmi. Mármint ajtó. Csak ezek a polcok, ez az egyetlen polc. Ami akkor legyen fekete. Na most akkor ez ide tegyen, vagy hogy? Mert hogy ide kell még egy ilyen szék. Hát ez amúgy nem tudom, mi akar lenni. Ez a helyiség, ez érdekes. Hát mindegy, gyerekek, ez egy ilyen érdekes szoba. A fel tudja, mi történik majd itt. Mindegy. Hát így kérték, szóval akkor itt végeztünk, ezt kihozom magammal. És akkor nézzük, van még ez a helység. Burkolnunk kell. Ugyanolyannal, mint volt ugye az előbb az iroda. Na hát. Igen, így. Aztán. Na most itt már megint ilyen variációk. Tehát van ez a, van ugyanolyan vörös cucc, na még jó is, hogy az előzőt nem adtam el. Hogyha esetleg ezt használnám, vagy pedig ilyen lila. Milyen szoba lesz ez? Atya, úristen, mi kell ide egyáltalán? Garrób. Ja, hogy ilyen garrób lesz. Jesus. Meg kell még két ilyen lámpa, és akkor ennyi. Lila garrób. Úristen. Ez nagyon durva szín. Egyszer legyünk már extravagánsak. Ne legyünk mindig unalmasak, hogy mindig csak fehér, meg fekete, meg a tököm tudja. Legyen akkor most egyszer egy ilyen szín. Na ezt letesszük. Úristen! És még takarítás is kell. Mit nem takarítottam ki? Ja, hogy az ott! Na most már jó. Szóval... Úristen! Azt a jó eget! Ez tényleg így kell? Jó, legyen így. Let it be! Hajaj! Na szóval, 1, 2, 3, 4, 5, ezzel készen van. Igazából kettő panellel vagy csomaggal többet vettem, de nem baj. Amúgy nem rossz. Jó, mondjuk ezek a faberakások nem kellenének ide, de egyébként szerintem nem rossz. Kell két ilyen rohadt nagy szekrény. Na, ezek akkor fehérek lesznek. Szerintem. Az ajtók is fehérek lesznek. Vagy lehet-e üveg? Ez tükör. Legyen tükör. Azt a jó egát! Ez ilyen tényleg padlótól a plafonig érő cucc. Miért nem tükröződik vissza? Vagy rosszul csináltam? Á, mindegy, most nem tudom megnézni. Na mindegy, akkor kell egy ilyen ajtó. Veszünk még ide ilyen padlót. Padlót. Hogy? Kell még kettő ilyen lámpa, na akkor ők feketék lesznek teljesen. Az igen. Az már színvilág. Tükröződik ez, csak ugye én nem látszódok benne. Ez tükröződik. Hát látszik a fény. Na jó van. Nézzük a garázsnál, mit kell csinálni. Így ki kell festeni fehérre, úgyhogy már is az ma fehér festéket, ami megmaradt. Nem pazarlunk. Hát kezdjük akkor innen. És kész. Na, ez a része megvolt. Kell egy ilyen poszter, vagy ilyen jó nagy darab méretű. Azt a jó, hogy ez ilyen nagy. Mondjuk ide talán jobb lenne rakni, nem? Teljesen jó.
kell még ilyen neon fény, fali lámpa, az lesz fekete, és ebből mennyi kellett? 4 darab? 4, aha. Menjünk akkor az egyik itt a izé fölött. Másik az mondjuk valahol itt. Mondjuk. Legyen mondjuk itt is. 2. Szerintem jó. Már csak a beltéri ajtó kell, hát ebből nincs semmi variáció. Úgyhogy akkor ez ide fog kerülni. És így. Fehér téglal a keremia csempe. Ez ide kell le. Yes! Milyen jól néz már ki. Pedig ez egyszerű kis garázs, de mégis milyen tök jól néz ki. Na jó van, akkor ez megvolt. Akkor az előszoba is megvolt, a garderob is megvolt, de akkor ez a vörös szoba is megvolt. Nagyon vad. Vad, veszedelmes szoba. De amúgy nem rossz szerintem. Tök jól néz ki. Ó! Várjátok, ezt le kell bontsam. És ide majd falat kell építeni. Akkor ez valószínűleg ilyen hálószoba lesz. Na. Ja. Oké. Na, most viszont erre részre ennyi volt, skacok. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a ház. Ez még legalább 2 részt fog kitenni ezen kívül, mire ezt az egészet befejezem, úgyhogy lesz majd mit még nézni. Nagyon szépen köszönöm most, hogy megnéztétek. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kommentbe véleményeket várok, illetve ha feliratkoztok a csatornámra. Azt is nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!